visszatérő vendég már Feforba Kis Tibor. A felföldi játékok magyar bajnok a harmadszor vehetett részt a világbajnokságon. Mégis sokan meglepődtek, mikor találkoztak vele a versenyzőtársak közül. Hiszen a 130 kg feletti atléta már a múlté. Most így, alig 100 kg fölött, mintha az öccse érkezett volna Norvégiába. Mindez azt jelenti, hogy újra kellett tanulnia a mozgást, szinte minden versenyszámban. Egész más ezzel a testtel versenyezni, mint a nagyobb testemmel. És talán most jutottam el odáig, hogy lehet, hogy a többi sportot nem az, hogy elengedem, de hátrébb szorítom, és erőltetem a felföldit a jövő évbe. Indul egy világkupa sorozat, mindenképpen az a fő cél, meglátjuk. A tatabányai atléta az évről évre erősödő mezőnyben ezúttal is helyt állt. Összességében a 10. helyen zárt. A két kalapács az jól sikerült, a magas bodabás se volt rossz. A póznánál hát nem kellett volna sok, hogy átforduljon, de én azt hiszem ott is a ilyen középmezőnybe végeztem. A két kőlökés, az talán nekem technikailag a két kőlökés megy a legjobban, most egy picit hiányzott az erő, ami tavaly még megvolt. Kis Tibor mellett Dávid Vanessa is indult a versenyen, ő a hölgyek sziklaemelő világkupáján állt rajthoz. A 115 kg-os szikla cipelésénél kimondottan sokat segített a szegedi súlyemelőnek, hogy rutinos versenyző társa is bíztatta. Az rettentő nehéz volt, és hogyha Kis Tibor versenyzőtársam nincs ott mellettem, nem követ végig, és nem drukkol nekem, akkor szerintem már hamarabb letettem volna, és nem lett volna meg a 15 méter, de nagyon-nagyon örültem neki, hogy végül sikerült egyáltalán felvennem, és hogy ezt a 15 métert el tudtam vinni. A női mezőnyre is hasonló feladat várt, mint a férfiakra, tehát sziklákat kellett cipelni, fejfölé nyomni és dobni, és persze a kőgolyók is előkerültek a nap végére. A súlylökést vártam leginkább, mert ugye abban volt már rutinom, és az jól is sikerült, mert harmadik helyezett lettem abban a versenyszámba. Illetve a kőgolyót vártam még, mert az nekem régóta tetszett ez a versenyszám, és ki akartam próbálni. Otthon sajnos nem tudtam, mert csak 120 kilós kőgolyó van otthon, tehát ezt nem próbáltam, de nagyon tetszett. Vanessa összességében a 6. helyet szerezte meg a világkupán. Feforban egyébként idén is számtalan rekord dőlt meg, és valamennyi versenyben az Egyesült Államok versenyzője diadalmaskodott.